Földet a gazdáknak, mintegy 200 ezer hektár föld került a magyar családok tulajdonába, tájékoztatta szerkesztőségünket az állami földekért felelős államtitkár. Katasztrófavédelmi gyakorlat, nyulgátat és bordás megtámasztást is építettek, valamint gyakorolták a vízből mentést a megyei és járási mentőcsoportok a Tiszaparton. Tourist Police. Idén 67 diák látott el közösségi szolgálatot a Nyíregyházi rendőrkapitányság területén, akiknek az volt a feladata, hogy együtt járőrözzenek a helyi rendőrökkel. Csak nem 30 ezer gazda jutott földhöz a Földet a gazdáknak elnevezésű program keretében országszerte. A Kölcsönyi Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Mintegy 200 ezer hektár föld került a magyar családok tulajdonába, tájékoztatta a szerkesztőségünket az állami földekért felelős államtitkár. Bitay Márton őrs hozzátette, mintegy 270 milliárd forint bevételről van szó, amelyből már körülbelül 70 milliárd az államkasszában van. Mivel állami földek, azaz közösségi vagyon értékesítéséről van szó, a bevételt az államadósság csökkentésére fordítják. Tavaly ősszel kezdődött a Földet a gazdáknak elnevezésű program. Az állami földekért felelős államtitkár szerint a rendszerváltás óta nem volt ilyen sikeres földértékesítési program. Majdnem 30 ezeren vásároltak a földművesek közül ebből a programból állami termőföldet, az pedig hát a kedves nézők számára is világos, hogy ha valaki nem bérel, hanem saját tulajdonon tud gazdálkodni, abban azért sokkal nagyobb gazdálkodási potenciál van. És ez volt a legfontosabb, amikor elindítottuk a programot. Az már mind mellékes, hogy olyan termőföldeket hirdettünk meg, olyan szántóföldeket jellemzően, de voltak benne gyümölcsösök is, amelyeket eddig is valamilyen formában ezek a gazdák művelték, haszonbérbe kapták, megbízási szerződésbe kapták, csak most egy kedvezményes hitelkonstrukcióval, egy állami kidolgozott hitelmetodikával meg tudták vásárolni egy nyilvános árverésen ezeket a földterületeket. A Földet a gazdáknak elnevezésű programban mintegy 200 ezer hektár föld került a magyar családok tulajdonába. Az árverések lezárultak, ám a kisebb 3 hektár alatti birtokok értékesítése még zajlik. A kormány arról döntött, hogy miután egy közösségi vagyonról van szó, és a közösségi vagyonnak egy részét értékesítjük, így a közösségi vagyonból származó bevétel, az csak és kizárólag a közösség érdekeit, a teljes magyar közösség érdekeit, Magyarország érdekeit hivatott szolgálni. Ezért döntött úgy, hogy adósságcsökkentésre fordítja a kormány ezt az összeget. Előzetes számítások szerint mintegy 270 milliárd forint bevételről van szó, amelyből körülbelül 70 milliárd már az államkasszában van. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség egy nyírségi községjegyzője ellen, aki egy ukrán nőn keresztül egyszerűsített honosítást ígért több magyarul nem beszélő ukrán állampolgárnak. A tisztviselő fejenként 500 eurót kért azért, hogy egy hivatalos személyként dolgozó ismerősén keresztül elintézze az állampolgárság megszerzését. Az ukrán nő 2013 nyaráig 14 honosítási kérelmet és 7000 eurót adott át a jegyzőnek, aki erről elismervényt adott, az iratokat azonban nem továbbította ismerősének, és a pénzt sem volt hajlandó visszaadni. Az ügyészség befolyással üzérkedés büntette miatt emelt vádat a jegyző ellen, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását. Azt is kérte az ügyész, hogy a bűncselekményért kapott 7000 eurót a bíróság kobozza el. A nővel szemben az ügyész felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt, azért, mert együttműködött a hatósággal, ezért a büntetése korlátlanul enyhíthető. Nyulgátat, buzgár elfogó medencét és bordás megtámasztást is építettek, valamint gyakorolták a vízből mentést, az alpin technikát és a mobilgátak felállítását is a megyei és járási mentőcsoportok tagjai a Tiszaparton. A szakemberek Dombrádon rendeztek katasztrófavédelmi gyakorlatot és kihelyezett védelmi bizottsági ülést. Most éppen csendes a Tisza Dombrádnál, de ismerve a szeszélyes folyót, a szakembereknek fel kell készülniük minden lehetséges veszélyhelyzetre. Erre szolgálnak az árvízi gyakorlatok is. Ez a mostani egy gyakorlat sorozat része, amelyen 240 hivatásos és önkéntes vett részt. Ez Dombrádon egy különleges gyakorlat, mert itt a valósághoz jobban közelítünk, a beállított helyzet azt kívánta, hogy Hajdú-Bihar megyéből is rendeljünk ide erőket, eszközöket, és mind a katasztrófavédelem részéről jöttek
önkéntes mentőcsoportok, a Hortobágyi önkéntes mentőcsoport, de a honvédségtől is érkeztek ide erők, közöttük egy kététű jármű, egy PTS 76-os típusú jármű, ami segít a védekező anyagoknak a szállításában. Katasztrófa helyzetekben a honvédségre és a mentőszolgálatra is jelentős feladat hárul. Rá fogom csiptetni az újjára ezt a szerkezetet, mert fegyel nem fog érezni semmit az égvilágon. A mentőszolgálatnak közösen a társzervekkel együtt óriási szerepünk van, főleg a tekintetben, hogy a mozgásképtelen, a mozgásukban korlátozott, vagy esetlegesen ágyhoz kötött fekvő betegeknek a vízzel elárasztott területekről a fekvőbeteg gyógyintézetbe történő szállítása, ez abszolút a mi feladatunk, ezt nekünk kell végrehajtanunk. A gyakorlattal egy időben a Megyei Védelmi Bizottság kihelyezett ülését is Dombrádon tartották. Most Dombrádon egy árvízi helyzetet gyakorlunk, amely analóg a 2001-es tiszai árvíznek a paraméterei alapján egy képzelt árvízi hullámot fog meg a szakembergárda. Ez alapján a Védelmi Bizottság döntött a szükséges védekezési eszközökről, a bevonandó erőkről, önkéntesekről, hivatásos állomány, felsőtisztvidéki vízügyi igazgatóság szakember állományának bevonásáról, a szomszéd megye, Hajdú-Bihar megye szakembereinek a bevonásáról, az eltűnt személyek felkutatásáról, mindarról, ami egy adott árvízi helyzetben előkerülött, így a lakosság kitelepítése kapcsán. A gyakorlaton a klasszikus védekezési eszközök mellett az újabb technológiákat is bemutatták a szakemberek. Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Nagykálló belterületén. Az egyik autós nem adott elsőbséget a másiknak, ezért történt a baleset. Az egyik jármű egy kerítésnek, majd egy villanyoszlopnak is neki csapódott. A balesetben hárman sérültek meg, őket a mentők kórházba szállították. A helyszínelés ideje alatt az utat teljes szélességében lezárta a rendőrség. Idén összesen 67 diák látott el közösségi szolgálatot a Nyíregyházi rendőrkapitányság területén, akiknek az volt a feladata, hogy együtt járőrözzenek a helyi rendőrökkel, és szóróanyagokat biztosítsanak a külföldi turisták számára. Erdélyből és Borsod megyéből is érkeztek tanulók a nyári hónapokban, akik közül 10 elismerő oklevelet és ajándékcsomagot kaptak példamutató szolgálatukért. A nyári hónapokban a turisták által kedvelt helyeken gyakran diákok segítségével dolgoztak a rendőrök. Az érettségi előtt álló tanulók főleg a belvárosban, valamint Sóstón járőröztek együtt az egyenruhásokkal. A kezdeményezés már évek óta jelen van a megyeszékhelyen, Nyíregyháza második alkalommal vett részt a szervezésben. Itt arról van szó, hogy ugye az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákok lehetőséget kapnak arra, hogy Sóstón rendőrjárőrökkel együtt járőrözzenek, és az idegen nyelvi tudásukat latba téve a külföldi turistákat tájékoztassák, illetve olyan szóróanyagot juttassanak el számukra, amely a Nyíregyházán való tartózkodásukat esetlegesen megkönnyít és hasznos információval látja el. Az elmúlt években 50-60 diák vett részt a rendőrségi közösségi szolgálaton. A kezdeményezés azonban egyre népszerűbb a fiatalok között. Az idei évben 67 diák vett részt ebben a Turist Police programban. Érdekesség, hogy nem csak Szabolcs megyéből és Nyíregyházáról, hanem Tokajból, Borsod megyéből, sőt a Turinformon keresztül Erdélyből is jöttek diákok, akik segítették ezt a fajta munkát. Feladatuk alapvetően bűnmegelőzési szóróanyagok terítése a turisták által frekventált látogatott helyeken, Sóstó, belváros, illetőleg a nagyobb rendezvényeken. Illés László hozzátette, év végén a Mindenszentek és a karácsonyi forgatag idején lehet majd számítani diák segítők felbukkanására az egyenruhások oldalán, a következő években pedig tovább folytatódik majd a középiskolák és a rendőrség közötti együttműködés. 56-os tárlat nyílt a Nyíregyházi East Art galériában. A kiállításról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Hazai pályán szenvedett vereséget, és a tabella második helyére csúszott vissza a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Moson-Magyaróvár 3-1-re nyert a várkerti pályán. Három mázsa kenyeret és 4000 darab péksüteményt osztottak szét a rászorulók között ma Nyíregyházán a Kossuth téren.
Az adományozást a Kenyérvilágnapja alkalmából szervezi évről évre a Magyar Pékszövetség és a Vörös Kereszt. A Pékek Világszövetsége még 2001-ben döntött úgy, hogy október 16-a legyen a Kenyérvilágnapja. Ilyenkor ismertetik meg a vevőket a szakma nehézségeivel, és karitatív programokat szerveznek. Idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 péksége csatlakozott a kezdeményezéshez. A lényeg ennek a rendezvénynek, hogy a Vörös Kereszt segítségével tényleg csak azok kapjanak ebből a termékekből, akik rászólnak. Így a Vörös Kereszt már hagyományosan, hogy elmúlt éveknek megfelelően megkereste a hajléktalanszállókat és felhívta azoknak a figyelmét, akik ugye nem juthatnak minden nap friss termékhez, friss pékvárhoz, nem tudják megvásárolni ezeket a termékeket, hogy jöjjenek ide a Kossuth térre, és itt a különböző pékségek által felajánlott friss termékeit meg tudják kóstolni. 1956-60 címmel nyílt kiállítás a Nyíregyházi East Art Galériában. A tárlaton kárpátaljai művészek olyan alkotásai láthatók, amelyek az 1956-os forradalom 60. évfordulójának állítanak emléket. Az 1956-os forradalom eseményei festményeken és grafikákon. A Kárpátok Művészeti Egyesület Sóstói alkotótáborában készültek a művek néhány héttel ezelőtt az 1956-os Forradalmi Emlékbizottság támogatásával, elsősorban kárpátaljai művészek közreműködésével. A művészek az alkotómunka kezdetén ráhangolódásként dokumentumfilmeket, fotókat néztek meg, ezáltal közelebb kerülve a témához. A megnyitó résztvevőit Lipcsei Ágnes, a galéria vezetője köszöntötte. A kiállítást Őri László nyitotta meg, aki elmondta, a kárpátaljai művészek személyes élményeket is őriznek a 60 évvel ezelőtti történésekről, hiszen a megszálló tankok Munkácsról indultak Budapestre. Az, hogy vannak köztük nem csak magyar, hanem ruszin művészek, ez azért fontos, mert az évszázados magyar gyökerű kárpátai festőművészet ma már nem csak magyarokból, hanem ruszinokból, ukránokból, ugye kárpátai egy nagyon olyan keveredés van már Kárpátalján, és ezek a festőművészek, a ruszinok, ukránok, oroszok, akik ott élnek Kárpátalján, ők maguk is átvették már az évszázados magyar gyökerű festőművészetnek a gyakorlását. Az érdeklődők a kiállítás megnyitóján Éhés Gábor helytörténész, történelemtanár előadását hallgatták meg, aki 1956. októberének nyíregyházi eseményeit idézte fel korabeli fotók felhasználásával. A kiállítók egyike, a Kárpátok Művészeti Egyesület alapító tagja, a Kisvárdán élő Seyfried Zoltán személyesen ismerte a színművészt, Sinkovics Imrét, aki részese volt a 60 évvel ezelőtti eseményeknek. A festő ezt jelenítette meg egyik képén. 1956-os szerepeje kapcsolatban pedig szintén egy karizmatikus személyiségként tarthatjuk számon. Ennek okán úgy gondoltam, hogy a pályázat nevében is benne van az ő személyisége, és a Petőfi szobornál szavalt és tett mozdulatai és gesztusai, ezek mind megérdemlik azt a mementót, hogy visszaemlékezünk rá egy halála után. Ezért próbáltam összehozni a Petőfi szoborral, az akkori arcképével és a közelmúltban készült egyik fotója kapcsán ezt a formációt. A kiállítás 2 héten át látogatható a nyíregyházi East Art Galériában a Nádor utcán. Ezt követően egy bajorországi képviselő meghívására Németországba viszik majd el a tárlatot. A kiállított képeket a tervek szerint az alkotók a bajor kormánynak ajánlják fel. 8 részes történelmi előadás sorozat indul október 20-án csütörtökön a Deák Ferenc Akadémia Egyesület szervezésében Nyíregyházán. A Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok sorsával, a gulág lágerekkel, valamint a 20. századi magyar társadalmi elit életével is megismerkedhetnek az érdeklődők hétről hétre a könyvtárban. Az előadásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nyíregyházi Civil Alap is támogatja. A Deák Ferenc Akadémia Egyesület 2011-től folyamatosan szervez történelmi előadásokat Nyíregyházán, közölte Felbermann Endre. Az egyesület elnöke hozzátette, idén ősszel egyedülálló módon 2 előadássorozattal is készülnek, így az érdeklődők a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok életéről és sorsáról is hallhatnak majd, de a 20. századi irodalmi és egyházi elittel is megismerkedhetnek.
Az Egyesület a Málenki Robot 70. évfordulójára meghirdetett Emmy pályázat segítségével szervezi az előadássorozatot, amelyekre nemzetközileg is elismert szakemberek érkeznek. Februárban beadott pályázatunkat pozitívan bírálták el, és nyertünk 350 ezer forintot. Ebből tartjuk meg a 3 előadást, és ebből állítottunk össze egy emléktúrát Szolyvára, Kárpátaljára, amely már lezajlott, és nagyon sikeres volt. És ezen kívül pedig a másik előadás sorozatra a Nyíregyházi önkormányzattól nyertünk 100 ezer forintot a civil alapból, és ezen kívül vannak támogatóink, pártolótagjaink, szponzorok, és a lelkes tagság tagdíjából raktuk össze a költségeket. Az Egyesület célja, hogy széles társadalmi réteget szólítson meg az előadásokkal, valamint hogy reális képet fessen a magyar történelemről. Felberman Endre a sajtótájékoztatón hozzátette, az ilyen előadások a fiatal és idős korosztály számára egyaránt érdekesek. Ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesület rendezvényeit alkalmanként 100-nál is többen látogatják. Hazai pályán szenvedett vereséget és a tabella második helyére csúszott vissza a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Moson-Magyaróvár 3-1-re nyert a Várkerti pályán. A Kisvárda szombaton Siófokon vendégszerepel. Szitáló esőben, mély talajú pályán kezdődött a mérkőzés, amelynek első negyedórája az ismerkedés jegyében telt el. A 16. percben egy baloldali szöglet után megszerezték a vezetést a vendégek, Szmatovic fejállt a bal alsó sarokba. 4 perc múlva már 2 góllal vezetett a Moson-Magyaróvár, egy jobbról belő szöglet után Zsirai a felső lét segítségével fejállt a kapu jobb oldalába. A folytatásban visszaálltak a vendégek, a hazaiak pedig nem nagyon találtak fogást ellenfelükön, első lehetőségük a félidő vége előtt adódott, Lukász megpattanó lövését azonban védte Tarci kapus. Szünet után beszorította ellenfelét a Kisvárda, gólt viszont ismét a vendégek lőttek, egy kontrából Laki a félpályától vezetette a labdát a kapura, és emelése a hálóban kötött ki. Ezzel el is dőlt a mérkőzés, Rajci a 83. percben ugyan szerzett egy szépségdíjas gólt, a 3 pont azonban a vendégeké lett. Meg kellett volna őket az elején egy góllal lepnünk, erre is készültünk. Ehelyett 2 pontrugásból, amire készültünk a héten, hogy támadásból szerezünk majd a pontrugásnál gólokat, megvertek. Hát a 2 szélső védőnk, amit ma művelt, az katasztrófa volt, de hát van ilyen természetesen. Csak az az igazság, hogy már láttam tőlük többet is, és ez elgondolkodható a jövőre nézve. Bizonyos időszakok 3-4 meccs után előjön ez a fajta hozzáállás, és hát az a teljesítmény romlással együtt eredményezte a teljes csapatnak a vesztét is. A Moson-Magyaróvár edzője a győzelem mellett arra is büszke volt, hogy csapata 3 gólt tudott lőni az előző 5 meccset kapott gól nélkül lejátszó Kisvárdának. A csapat nagyon fegyelmezetten, alkalmazkodva a körülményekhez, mert egy nagyon mély talajú pálya volt, meg tudtuk valósítani azt, amit elterveztünk, és óriási dolognak tartom azt, hogy idegenbe, tehát egy Kisvárda ellen, aki hetek óta még csak gólt sem kapott, és gólhelyzeteket is alig tudott az ellenfél kialakítani, mi tudtunk 3 gólt szerezni, és még egy tucat gólhelyzetet tudtunk kialakítani a kontratámadásaink végén. A forduló további eredményei a következők: Békés Csaba Vác 1-0, Budaörs Grosics Akadémia 0-4, Soroksár Dorog 1-1, Szeged Csákvár 0-2, Kozár Misleny Cigánd 0-1, Sopron Zalaegerszeg 1-4, Puskás Akadémia Siófok 1-0, Balmazújváros Cegléd 2-1 és Szolnok Nyíregyháza Spartakusz 2-1. A tabella élén a 26 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a 24 pontos Kisvárdát, amely a következő fordulóban Siófokon lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Csak nem 30 ezer gazda jutott földhöz a Földet a gazdáknak elnevezésű program keretében országszerte. Mintegy 200 ezer hektár föld került a magyar családok tulajdonába, tájékoztatta szerkesztőségünket az állami földekért felelős államtitkár. Mintegy 270 milliárd forint bevételről van szó, amelyből már körülbelül 70 milliárd az államkasszában van. Mivel állami földek, azaz közösségi vagyon értékesítéséről van szó, a bevételt az államadósság csökkentésére fordítják. Nyulgáltat, buzgár elfogó medencét és bordás megtámasztást is építettek, valamint gyakorolták a vízből mentést, az alpin technikát és a mobilgátak felállítását is a megyei és járási mentőcsoportok tagjai a Tisza parton. A szakemberek Dombrádon rendeztek katasztrófavédelmi gyakorlatot és kihelyezett védelmi bizottsági ülést.
Idén összesen 67 diák látott el közösségi szolgálatot a Nyíregyházi rendőrkapitányság területén, akiknek az volt a feladata, hogy együtt járőrözzenek a helyi rendőrökkel és szóróanyagokat biztosítsanak a külföldi turisták számára. 10 elismerő oklevelet és ajándékcsomagot kaptak példamutató szolgálatukért. A Kölcsei Televízió iradóját látták október 17-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket, műsorainkat és további híreket addig is elérhetnek honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk kisebb esővel. A Kárpát-medence időjárását kedd estig nedves légtömeg alakítja. Éjjel túlnyomóan borult, sokfelé párás idő várható, foltokban köd is lehet. Helyenként szitálás eső is valószínű, a délkeleti szél néhol megélénkül, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben jobbára erősen felhős vagy borult lesz az égbolt, és sokfelé párás marad a levegő. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb elvétve fordulhat elő szitálás, esetleg gyenge eső. A délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, eleinte szorványosan valószínű eső, zápor. Csütörtökön összefüggő csapadék zóna éri el a Kárpát-medencét, amely pénteken tovább halad kelet felé. Szombaton már térségünkben is eláll az eső, egyre több felé kisüt majd a nap. Számottevő csapadék vasárnap már nem valószínű, de helyenként már csípősebb lesz a hajnal. A maximum hőmérséklet lényegesen nem változik.